Sziasztok, megmenemi Márk vagyok, hobbikertész, és egy nagyon egyszerű, de finom, fűszeres répakrémet hoztam fehér babbal. Dübörög a kiránduló szezon, hiszen egyre jobb idő van, de nem lehet elindulni, kirándulni szendvics nélkül, úgyhogy ehhez hoztam egy nagyon egyszerű receptet. Mivel egy répás receptről van szó, ezért természetesen nélkülözhetetlen hozzá a répa, amit először megpucolok, félbevágok és összekeverem a fűszerekkel. Közel-keleti fűszereket fogok használni hozzá, kajánpaprikát, koriandert, fahéjat és római köményt. Csempészek bele egy kis fokhagymát, és az egészet egy kis olajjal fogom meglocsolni, hogy még jobban piruljon. Tehát a fél óra szépen megsült a répa, úgyhogy ezt most össze fogom keverni a fehér babbal és a tahinivel, meg adok hozzá egy kis lime-ot is. A fehér bab használata opcionális, de érdemes tenni bele, mert ettől sokkal laktatóbb lesz a krém, hiszen tele van fehérjével. Hogy még krémesebb legyen, keverek hozzá Venus Natur kenő margarint, ami amellett, hogy finom, ráadásul tisztán növényi alapú is, azaz tejmentes, így laktózmentes. Készen van a krém, ez így önmagában vegán barát, de ha valaki szeretne, akkor nyugodtan tehet a szendvicsbe sajtot, vagy felvágottat is. Elkészült a fincsi szendvics, jó sok zöldséget is tettem bele, az kell, attól lesz finom, mert tele lesz rosttal, meg lehet tenni így melegében, uzsonnára is, de el lehet vinni magatokkal a kirándulásra. Én azt javaslom, hogy ha elviszitek, akkor érdemes olyan csomagolást használni, amit máskor is föl lehet használni. Ilyen egyszerűen el lehet készíteni ezt a finom és laktató szendvicset. Jó étvágyat hozzá! Sziasztok!